Szekszárd, Kozár Mislenyi és Nagy Atád részvételével rendeztek kézilabda tornát az elmúlt héten a városi sportcsarnokban. A mérkőzésnek nem volt különösebb tétje, hiszen egy hetes edzőtábor zárásaként rendeztek edzőmérkőzést a csapatoknak. A Szekszárd, illetve a Kozár Mislenyi edzőtáborozik itt, ha jól tudom, akkor egy hete. Mi ugye múlt héten hétfőn kezdtük a felkészülést, úgyhogy igazán úgy gondoltuk, hogy akkor edzés helyett egy kicsit változatosabb az, ha játszunk. Azonban, ahogy az edzőtáborban, a záró mérkőzéseken is vegyes volt a csapatok korosztálya. Míg a Kozár Mislenyiektől a 95-96-os születésű lányok jöttek Nagyatádra, a szekszárdiak már a 19 éves ifjúsági játékosokat is elhozták a táborba, így velük szemben az atádiak felnőtt összeállítása is kemény edzőmeccset tudott játszani. Ez pedig fontos része a felkészülésnek. Szeptember 18-án kezdődik nekünk a bajnokság, elvileg ugye van még durván 5 hetünk. Együtt edz az ifi, illetve a felnőtt, illetve azok a 3 új játékos érkezik a csapatunkhoz, ők folyamatosan fognak bekapcsolódni a munkába. Az egyik a Gyánó Kinga, ő játszott már itt, tavaly ugye Kanizsán volt, de onnétől eljött. A másik a Schmitterika, ő Marcaliban játszott, illetve Siófokról kettős igazolásra egy fiatalabb játékos érkezik. Fontos volt, hiszen a Bárányhen, illetve a Szabó Ági abba hagyta a kézilabdát, úgyhogy mindenképpen kellett volna egy-két rutinos ember, aki a gyerekek mellett tud játszani és segít nekik. A bajnokság előtt azonban még 2 torna vár a lányokra. Szeptember 4-én Nagyatádon 4 csapat részvételével szerveznek női kézilabda tornát, majd egy hét múlva Kozár Mislenyben lép pályára a Nagyatádi NKK csapata.